Csíksomlyó a székelység ősi búcsújáró helye. Keresztény őseink már a 11. század óta különös tiszteletet tanúsítottak a boldogságos Szűz Mária, mint Jézus Krisztus édesanyja iránt. Mária ünnepeken összegyűlt a környék népe Csíksomlyón, Szűz Máriát köszönteni, ünnepét megülni. 1567 óta pünkös szombatján keresztaljákban tömörülve elzarándokolnak az egyházközségek csoportjai megtartani a nagy körmenetet a Kissomlyó hegyére, a Szűzanya tiszteletére. A csíksomlyói kegytemplomban a Mária kegyszobor előtt szép imádságokban és énekekben fejezik ki tiszteletüket, szeretetüket a Szűzanya iránt, és kérik, vegye őket különös pártfogásába. Amen.
Ugyanaz milyen is? Ha. Tudjuk, hogy a kegyelmes atya ma a legtávolabbról érkezett erre a búcsújáró helyre, hiszen az óceánon túlról jött, hogy Csíksomjon ma a mi jóságos nagyasszonyunk tiszteletére, és a atyánkkal együtt bemutassa a búcsú szentvise áldozatot, és szentbeszédétben buzdítsa, föllelkesítse a Szentlélekben ezt a szeretet, a vigasztalás öröm evangéliumára várakozó népünket. Uratalmas tetteit látta. Nemzetünknek szorongatása és gondja ideig, a magad életét sem kimélted értük. Szent Pilatra, boldog asszony, kérem én. Mindenkor ott álltál Isten színe, Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepekre. Amikor 12 esztendős lett, a szokás szerint ő is felment szüleivel az ünnepekre Jeruzsálembe. Az ünnep elmúltával hazafelé indultak.
A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben, anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték. Kedves magyar székely és csángó testvéreim, Máriának zarándok népe, amint említettem a szentmise elején, hozom magammal sok száz ezer távol élő, szétszórtan élő magyarnak az üdvözletét és szeretetét. Mennyire szeretnének azok most itt lenni veletek, de legalább szívünkben velünk vannak és együtt ünnepelnek. Mert hiszen ide jöttünk közelről, vagy távolról, még a tengeren túlról is. Hazajöttünk, az édesanyánkhoz jöttünk, mert hiszen mi az ő családjába tartozunk. Ez a püspök, aki a külföldön élő magyarokat látogatja és bátorítja, hozza nektek az ő üdvözletüket. Hozza nektek az ő aggódó szeretetüket, és velünk akarnak lenni, amikor mi most a Csíksomlyói Máriának a lábainál vagyunk. De a püspök tulajdonképpen mindenütt azt hirdeti, amit neki az Úr Jézus feladatul adott, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot tegyen az Úr Jézusról, a mindenható Atyának a szeretetéről, arról, hogy úgy szeretett minket a Jóisten, hogy az ő egyszülött fiát adta nekünk, ő pedig életét adta érettünk ott a kereszten, de föltámad és minket magához akar ölelni, hogy részesítsen bennünket az örök életbe. Tanúságot akarok tenni erről a jó hírről, az evangéliumról, amit mi mindannyian hiszünk. Itt köztetek is tanúságot szeretnék tenni a mi hitünkről, de úgy érzem, hogy ahelyett, hogy én erősítenélek meg benneteket, ti fogtok engem megerősíteni, hogy igenis, mi katolikus keresztények vagyunk, és álljuk a helyünket, ahol egy Jóisten gondviselő szeretete helyezett bennünket. Nem fogunk megfutamodni a nehézségek elől, mert a hitünk olyan erős, hogy kibír minden viszontagságot, és tudja azt, hogy a jövő fényes, mert a jövő az Istennek a kezében van. De itt Máriának Somlyói kegyhelyén szeretnék most mégis tanúságot tenni az én hitemről, arról az asszonyról, akit mi édesanyánknak nevezünk, és aki mindannyiunknak az édesanyja. Tudom, és érzem megint csak azt, hogy a ti hitetek, a Máriába vetett bizalmatok fog még inkább engem megerősíteni, hogy aztán ilyen megerősített hittel menjek tovább, és látogassam a ti testvéreiteket, a mi magyar testvéreiket. Édesanyánkhoz jöttünk. Miért szeretjük mi annyira Máriát? Miért tiszteljük mi őt annyira? Öt szempontot szeretnék most veletek együtt röviden át elmérkedni. Az első még pedig az lenne, hogy mi szeretjük Máriát, mert ő anya. Vagy ahogy a magyar nyelv olyan szépen mondja, édes anya. És amikor édesanyáról hallunk, akkor mindig arra gondolunk, hogy valaki nekünk életet adott. Valaki, aki vigyázott ránk életünk első pillanatától kezdve. Valaki, aki megtanított minket az életnek a szépségeire, minden jóra, amit ebben a világban tapasztalunk. A magyar nép édesanyának hívja az anyát,
sőt sok helyen csak annyit mondanak, hogy édes. Az édesanyja oltalmaz, az édesanyja segít, az édesanyja beköltözi a mi sebeinket, az édesanyja megvéd bennünket, amikor hozzáfutunk bánatunkban, és velünk együtt örül, amikor mi örülünk. Az édesanyja iránti szeretet egy olyan általános emberi erény, nem kell ahhoz kereszténynek vagy katolikusnak lenni, hogy az ember az édesanyját szeresse. Aki nem szereti az édesanyját, az szinte nem is ember. Ezért szeretjük mi Máriát, mert ő édesanyja. Ezért tiszteljük mi őt minden édesanyában és minden asszonyban, aki gyermeket hoz erre a világra, mert vállalkozik arra áldozatok árán is, hogy az életet bővítse és továbbítsa. Ezért szeretjük mi Máriát, mert benne édesanyát látunk. Másodszor, mi szeretjük Máriát, nem csak mint egy édesanyát, hanem mint az Úr Jézusnak az édesanyját. Mert hiszen nekünk keresztényeknek az Úr Jézus a mindenünk, ő a mi életünknek a központja. Ő belőle ojtottunk, amikor megkereszteltek minket. Az ő életét akarjuk élni. Életünk Krisztus, amit mondottuk a Szent Atya magyarországi látogatása alkalmával. Nos, mi szeretjük Máriát, mert ő ennek a Jézusnak, Jézus Krisztusnak az édesanyja. És ami Jézus szeretjük, akkor édesanyját is szeretjük. És látjuk Máriát, amit Názáretben imádságos lélekkel befogadja a méhébe az Istennek a fiát. És látjuk őt, amit hegyen völgyön keresztül elmegy, hogy Erzsébetet köszöntse, és ott magasztalja az Istent az ő nagyságáért és jóságáért. És látjuk őt Betlehemben, amikor szegénységben megszüli az Isten fiát erre a világra. És látjuk őt Názáretben, amikor a hétköznapok csendes munkájával tartja fel, látja el a családját, és neveli azt a kis gyermek Jézust. És látjuk őt Jeruzsálemben, amikor felajánlja az ő fiát a mennyei atyának, vagy amikor a 12 éves Jézust, mint ahogy az evangéliumban hallottuk, aggódva keresi, mert aggódik a sorsa felől. Aztán látjuk Máriát a keresztúton, amint fiával találkozik, de főképpen ott a kereszt alatt, amikor fiával együtt szenved, és ő is megajánlja, és fölajánlja az ő fiát a mennyei atyának. Mária ott van mindenütt, ahol Jézus Krisztus, ami életünknek a központja van. És ott van természetesen a feltámadásnak az örömében is, amikor az Úr Jézus megosztja vele az ő dicsőségét. És végül ez az egészen szép Mária, mint ahogy az énekünk is mondja. Ez a gyönyörű szép Mária, ez az erős asszony, aki tud helyt állni a keresztfa alatt is. Ez az asszony, aki a mennybe fölvitetett, most ott van, mint a mi szószólónk és közben járunk, mennynek és földnek, angyaloknak királynéja. Ez az a mennyei királyné, aki gondoskodik rólunk. Ezért szeretjük Máriát, mert ő az Úr Jézusnak szívünk központjának az édesanyja. Harmadszor szeretjük Máriát, kedves ő testvérek, azért, mert ő az egyháznak is az édesanyja. Ő ott volt pünköskor, amikor az apostolokkal együtt imádkoztak a Szentlélek eljövetelért, és amikor reakszált a Szentlélek, akkor megszületett az egyház, hogy az Úr Jézusnak megváltói művét folytassa a világ végezetéig. Ott volt Mária, amikor az apostolokat át kellett segítenie a születő egyháznak a nehézségeit. És attól a pillanattól kezdve Mária az egyháznak minden gyermekének az édesanyja. Ő a mi vigasztalónk és szószólónk, akihez minden bajunkban és bánatunkban és örömünkben fordulhatunk. Hiszen ezt tette a kereszténység 2000 éven keresztül. A szentírási imákon kívül üdvözlégy Mária. Ugye, ott van az a gyönyörű szép második századból származó ima, oltalmad alá futunk Istennek szent szülője.
2000 év keresztényei imádkozták ezt az imát, és ezen ott vannak a többi imádságai a mi egyházunknak. Az angyali üdvözlet, azután a rózsafűzér, amit már századok óta keresztényeknek nemzedékei imádkoznak és borzsolgatnak bajukban. És ott van ez a Loretói litánia, amivel Mária dicsérjük és köszöntsük. Aztán ott vannak a Mária kegyhelyek, bazilikák, kápolnák, szerte szét a világon, úgyhogy a Szent Atya legutóbb arra figyelmeztetett bennünket, hogy ezt a világot föl lehetne osztani egy Máriás földrajz szerint. És ezek között, a szent helyek és kegyhelyek között ott van Csíksomjós, a csíki hegyeknek az ölén, ahol Máriához, a mi édesanyánkhoz fordulunk. Kedves jó testvérek, Mária az édes anyja az egyháznak is. És mi, ami szeretjük ezt az egyházat, akármilyen emberi módon is nyilatkozik meg sokszor, szeretjük a mi az egyháznak az édesanyját, Máriát is. Negyedszer szeretjük Máriát, mert a szabad így mondanám, mert az én édesanyám, és a ti édesanyátok. És tudjátok, ki tanított meg engem erre? Az én földi édesanyám. Gyerekkoromtól kezdve ő volt az, aki már kulcsolta a kezemet, és megtanított arra, hogy ő rajta kívül van nekem egy mennyei édesanyám is, akihez mindig bizalommal fordulhatok. És tényleg egész életemen keresztül ez így nyilatkozott meg. Az én földi édesanyám tanított meg a rózsafűzért imádkozni. Ő volt az, aki elvezetett a májusi áldatosságra, a rózsa az októberi áldatosságra. Ő volt az, akivel Loráte misére mentünk Adventben. Ez az édesanya, a földi édesanyám nem szégyelte azt mondani, hogy van egy másik édesanyám is, egy mennyei édesanyám, aki mindig velünk van, és aki minden bajunkban segít. És végezetül, kedves jó testvérek, van egy ötödik szempont is, amiért mi szeretjük Máriát. Mégpedig az, hogy Mária nekünk, magyaroknak, különösképpen is, ami pártrónám, boldog asszony anyánk, aki már 1000 éve Szent Istvántól kezdve nem csak szószólók, hanem édesanyák is. És ez a nagy magyar család, amelyik itt a Kárpát-medencében, vagy azon túl, vagy még a tengereken túl is van, ez mind édesanyjának tudja Máriát. Asszonyanyák, boldog asszonyunk, patróna Hungária, Magyarország patronája. Ez az édesanya, aki szívébe zárt minket, ez Szent Istvántól kezdve különös gonddal viselteti a mi népünk iránt. Hiszen a mi Szent István királyunk volt az, aki 1038-ban először a világon ajánlotta föl népét Máriának. Ó, voltak más nemzetek is, akik az ő édesanyjuknak, királynőjüknek, pátronájuknak tisztelik a boldogságot, Szűz Máriát. Mi nem akarjuk kisajátítani Máriát magunknak. Mi tudjuk azt, hogy Mária köpenye alatt minden nép és minden nemzet megfér, és ő azt akarja, hogy mindnyájan, akik az ő gyermekei vagyunk, szeretettel és megbocsátással és kiengesztelő sértéssel viseltessünk egymás iránt. De mégis valahogy olyan büszkeség lobogtatja meg a szívünket, amikor tudjuk azt, hogy már 1000 éve van nekünk egy édesanyám, aki nem hagy el minket soha, és aki minden bajunkban, minden veszedelmünkben, minden viszontagságunkban itt van, és hozzáfordulhatunk. Érdekes az, hogy sokszor pontosan a legnehezebb időkben virágzik fel az a Mária tisztelet, mert hiszen a gyermek is akkor fut az édesanyjához, amikor bajban van. És mi ezt tettük már annyiszor az évszázadoknak a folyamán, és ő továbbra is megígéri ezt a segítséget mindnyájunknak. Kedves jó testvérek, Mária a mi édesanyánk. Családi ünnepet ülünk, ezért örvendezik az ő szíve, amikor ennyi gyermekét látja itt együtt, és magához szeretné ölelni azokat is, akik nincsenek itt velünk, hanem távol vannak,
hogy akik nem is akarnak talán hozzá közeledni, azok is az ő gyermekei. Szeretnénk tehát Máriának oltalma, mi édesanyánk pártfogása alatt ezt a szeretet meg ezt a civilizációját megvalósítani, amit a Szentötő is olyan sokat hangsúlyozott a napjaiban. Kedves testvérek! A külföldi magyarok, kérik tőletek, hogy őrizzétek meg ezt az ősi Mária tiszteletet, ami magyar lelkiségünknek ezer éves hagyományát. Mert itt ti, akár ezen a kegyhelyen, itt a Csíki hegyek között, hogy más kegyhelyen itt szerte az országban, ti itt is sokkal inkább és hűségesebbek vagytok őhozzá, mint odakint abban a nagyvilágban, ahol olyan sok veszély fenyegeti az ő életüket, az ő lelkiségüket, az ő szellemüket. Lehetséges az, hogy anyagilag valamivel jobb módban vannak, de nem az a legfontosabb, mert mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, de a lelkének a kárát vallja. És ezért kérik tőletek, hogy maradjatok, és maradjatok meg hűségesen ehhez a magyar lelkiséghez, a Szent Istváni hagyományokhoz, Máriának a tiszteletéhez, hogy a ti hitetekből ők is továbbra meg tudjanak erősödni, és azt meg tudják tartani. Mi odakint nem akarunk több emigrációt. Mi azt szeretnénk, hogyha a magyarok itt, ezen a földön, amelyet a Jóisten irányított a mi számunkra, itt találnák meg azt az életet, ami az emberhez méltó, és ahol mindenkinek tiszteletben tartják a jogait, és ahol mi tudjuk a mi hitünket és vallásunkat úgy gyakorolni, ahogy a Jóisten azt tőlünk elvárja. Forduljunk tehát most itt ezen a szent helyen, a boldogságos Szűz Máriához, a mi édesanyánkhoz. Kérjük tőle az összes magyaroknál szerte a világon együtt, hogy mi megmaradhassunk hűségesek, hűségesen a Jóistenhez, az Úr Jézushoz, az ő egyházához és a mi édesanyánkhoz, Máriához. Fejezzük be úgy, azaz ősi imával tehát, oltalmat alá futunk Istennek szent szülője, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Ámen.
Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentelve áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Tudom az éjszakán, amelyen elárultatok, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványának adnak, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értedek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
bűneteket menjetek békével. Istennek legyen hála! Oh,
Oh,
Vételtünk lelki vígsággal, már válunk el búsulással, szűzanyánktól könyvhullással. Bár itt maradhatnánk, holtunkig lakhatnánk, szent házában mulathatnánk, nézésében vígadhatnánk. Vagy bár arra érkezhetnénk, hogy gyakorta eljöhetnénk, szűzanyánkkal itt lehetnénk, és tiszteletet tehetnénk. De ezt is megtennünk nem lehet minékünk, mert messze a lakóhelyünk és nyomorúság életünk. Legyen hát úgy, mint atyának tetszik, s az ő szent fiának, és jobb keze ujjának a teljes szent háromságnak. Ó, kegyelem anyja, magyarok asszonya, kérjük anyai áldásod, indulván szent pártfogásod.
a Jóisten vezérelje a felcsiki keresztalják, amelyek rendre a következő percekben útnak indulnak, Csíkszentdomokos, Csíkszent Tamás és Madaras irányába. Jó utat kívánunk! Hisszük, hogy lélekben feltöltődve erőt kapnak a mindennapok nehéz küzdelméhez egy éven át, jövő pünkösdig, amikor újból találkozunk Csíksomlyon. Jó utat kívánunk nekik! Isten vezérelje népeinket! Isten veletek nyíló világú, kivetett helyen koszorúzatok, a Mária illat ne felejt, kék ne felejt, maradj velünk soha el ne felejt, azoknak is kigen nem jöhettek. Koszorút rögtünk ne felejtsen, hogy rózsát süljenek, áldásod van, áldásod van, a mi buzgó búcsújárásunkat, áld meg a mi lakóházainkat. Bőséggel koszorút társainkat, bocsáss meg, kik ellenünk védettek, megsértettek, nyelj irgalmat a meghalt híveknek, ha szent fiad jövő esztendőre, elszólít és nem jöhetünk ide, hű gyermekeid így, búcsú tökellem, eltetelem. Maradj velünk, anyánk, Isten velem. Búcsúzunk, eltetelem. Maradj velünk, anyánk, Isten velem.